istentisztelet a Doni katasztrófa évfordulója alkalmából. Koszorúzás a Kun Piéta emlékműnél. Autók égtek Túrkevén. Drónnal a 4-es számú főút biztonságáért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 17-én 18 óra 5 perckor. A Doni katasztrófa évfordulóján vasárnap főhajtással emlékeztek a karcagiak. A II. Magyar Hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941-1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldtek harcolni. A hadsereg 1943. januárjában a Voronyes körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő vereségeket szenvedett. A Donkanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak, a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a mínusz 40 fokos orosz télben. A főparancsnokság és az ország vezetésének mozgástere a katasztrófa elkerülése teljesen beszűkült. A református nagy templomban tartott istentiszteleten igét nagytiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkész hirdetett. A II. Világháború előtt és alatt ugyanabba a helyzetbe jutott a nemzetünk, mint 2700 évvel ezelőtt Júda. Súlyos veszteségek érték nemzetünket. Trianon béke diktátuma eleven részeket szakított le a nemzettestről. Eközben új, félelmetes erejű birodalmak és gyűlölködő népek közé szorult az ország. Vajon 79 évvel ezelőtt meg lehetett volna maradni közöttük béke szigetének? Vajon lehetett volna következmények nélkül nemet mondani az Észak-Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket visszajuttató német birodalomnak? Vajon a szovjet birodalom kikerülte volna Magyarországot, amikor Sztálingrád után ellentámadásba lendült? Minden esetre a Szovjetunió által hátba támadott Lengyelország sorsa nem sok jóval kecsegtetett. Így nem maradt más választása elődeinknek, édesapáinknak, nagyapáinknak, dédapáinknak, mint meghallani a régi szózatot. Fiaim, ne tétlenkedjetek! És ők elindultak, nem örömmel. Nehézségek között elindultak a népért, a jövőért. Áldozatokért, helytállásukért méltók a tiszteletünkre. Azt azonban kérjük el a mindenhatótól, hogy a lelki, szellemi küzdelmeinken túl soha ne kelljen ismét a magyarság megmaradásáért fegyvert fogni. Legyen tehát a hősök emlékezete áldott. Nyugalmuk, akár a távolban, akár itthon pihennek, békés. És legyen a mi népünk és nemzetünk a békesség, a szeretet és a hit, Istentől kiválasztott és megsegített népe. Krisztus által így legyen. Amen. Most válaszoljunk a mi Istenünk megszólító üzenetére is. Imádkozzunk. Örök mindenható Isten, hazánk szabadságáért és a függetlenségért vívott csatákban és harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent fölségedhez. Te láttad, Urunk, küzdelmeiket, szorongattatásaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk,
Ismerd el magadénak őket, ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával. Kegyes megváltó Urunk Jézusunk, te mondtad, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat. Sőt, életüket és vérüket áldozták azért a földért, amelyet a gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen a mi hazánk. Tekints reájuk, kegyes szemmel, isteni üdvözítőnk, és hősi halottainkat részesítsd drága kereszt halálod érdemeiben. Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az Isten félelem és ember szeretet szelleme áradjon ránk. Add, Urunk, hogy hősi halottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igazi hazaszeretetre. Tőled kérünk erőt terheink elhordozásához, a munkánk elvégzéséhez, lelki problémáink feloldásához. Imádkozunk a gyászolókért, add lelkükbe a te feltámadásod példáját. Ezzel a példával vigasztald meg azokat is, akiknek nem friss, de ugyanúgy fájdalmas a gyász. Gyógyítsd meg betegeinket. Légy, Urunk, a következő héten a magányosokkal, a szegényekkel, az aggódókkal. Áld meg városunk, országunk és népünk közösségét. Igéd és szent lelket térítse vissza a tévejgő Európát a kereszténység gyökeréhez. És kérünk, légy a mi református gyülekezetünk jó pásztora. Amen. A Kunpéta emlékműnél Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész alkotásánál F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő emlékezett a több száz karcagi áldozatokra. Kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes áldása után Karcagváros lakossága és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselők helyezték el a megemlékezés koszorúját, majd gyújtottak mécsest a II. Világháború áldozataira és azokra a katonákra emlékezve, akik kötelességük teljesítése közben estek el Adoni katasztrófában Voronyes környékén. Azok a magyarok, akik bármilyen világégés, bármilyen tragédia után tovább viszik a magyarság lángját, a magyarság zászlaját, akik bármilyen tragédia, bármilyen veszteség után meg tudtak maradni, és maradtak magyarnak. Hiszen a veszteséget, amit elszenvedtünk, soha nem lehet pótolni. Soha nem lehet pótolni azokat a fiúkat, férjeket, testvéreket, apákat, akiket elvesztettünk. Akik a fagyos orosz pusztán harcoltak. Harcoltak úgy, mint a magyar katonák 48-49-ben, mint a Mohácsi csatatéren, mint Muhinál. Harcoltak, küzdöttek,
az utolsó lehelletükig. És ezek a fiúk, testvérek, gyermekek és apák utolsó gondolatukkal a fagyos télben talán hazagondoltak. Hazagondoltak Magyarországra, hazagondoltak Karcagra, a családra, a testvérekre, és talán hazagondoltak a tavaszra, a reményre, a vetésre, az aratásra, a boldog gyermeki kacajra. Ezt a veszteséget soha nem fogjuk tudni pótolni. Ez a seb örökké tátongani fog. Széle talán kicsit gyógyulni, de a seb, a hatalmas seb örökké megmarad. És nem fogjuk tudni begyógyítani a fájdalmat sem. Mert a fájdalom talán enyhül, talán kicsit a súlya könnyebb, de soha nem múlik. Amikor ide jövünk ehhez az emlékműhöz, vagy bármely világháborús emlékműhöz, akkor már talán az arcok halványulnak. Talán már nem emlékszünk, hogy a márványba vésett nevek milyen arcot, milyen karaktert, milyen embert takarnak. De tudjuk, hogy ők a mi elődeink, a mi őseink voltak, akik vigyáztak, akik őriztek, és akik küzdöttek értünk. Nekünk, utódoknak az a feladatunk, hogy emléküket, alakjukat megőrizzük, és tanuljunk. Tanuljunk abból a példából, hogy idegen hatalmak érdekében ne áldozzunk egyetlen egy magyart sem, egyetlen egy apát, egyetlen egy fiút, egyetlen egy testvért sem, mert drága a magyar vér. Sok hozzátartozó is mécses gyújtással emlékezett az elesett apákra, nagyapákra, dédapákra, akiket soha nem felednek. Két gépjármű is lángra kapott Túrkevén. Délelőtt egy lakóház udvarán bontási munkálatok közben gyulladt ki egy furgon, mely a környezetében parkoló többi autót veszélyeztette. A délutáni órákban már a Túrkeve határában fekvő Malomzugból érkezett jelzés, miszerint szintén egy családi ház udvarán ég egy személygépkocsi, és a tűz a közelben álló melléképületet veszélyezteti. Mindkét esetben a túrkevei önkéntes tűzoltók avatkoztak be, melynek köszönhetően egyik tűz sem terjedt tovább. A rendőrök a Szajoli kereszteződésnél alig két óra alatt 7 tilos jelzésen áthajtó sofőrrel szemben intézkedtek. Jász-Nagykun Szolnok megyében drón felvételi segíti a közlekedési szabálysértők kiszűrését és ezáltal a baleset megelőzési tevékenységet. Leginkább a dinamikus jogsértések, előzés, záróvonal átlépés, tilos jelzésen való áthaladás felderítését célzó eszközt. 2022. január 12-én Szajolnál használták a rendőrök. A légi felvételek alapján a 7 tilos jelzésen áthaladó gépjárművezetőt 50-50 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, valamint 8-8 előéleti pontot állapítottak meg részükre. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagyhunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!